110 éve született az utolsó magyar trónörökös Habsburg Ottó, és 100 éve halt meg édesapja az utolsó magyar király, IV. Károly. A kettős évforduló alkalmából a Habsburg Ottó Alapítvány emlékkonferenciát tartott a Gödöllői Királyi Kastélyban, ahogyan több más európai nagyvárosban is. Alapítvány igazgatója Prőle Gergely elmagyarázta, miért fontos emlékezni Habsburg Ottó és édesapja örökségére. Ahogy egyre mélyebbre ásunk Habsburg Ottó hagyatékában, annál inkább világossá válik, hogy nagyon sok gondolata igazából az édesapja gondolatvilágából ered. Habsburg Károly, tehát az édesapa, felismerte az első világháború alatt, hogy az osztrák-magyar monarchia mi mindenre nem figyelt oda, ami végül is a háborúhoz vezetett. Nem figyelt oda a szociális feszültségekre, és nem figyelt oda a kis népek érdekeire. Az osztrák-magyar monarchia, bár Magyarországot kiemelte, mégis számos más kisebb nép szempontjából hátrányosnak mutatkozott. Ugye a mai európai gondolkodásban, ahol látványosan szemben állnak egymással szuverenisták és föderalisták, ott nagyon fontos ezekre az arányokra odafigyelni, és Habsburg Ottó pont erre hívja fel a figyelmünket, és ugyanígy fontos az a szolidaritás elve végső soron, hogy a szociális helyzetre is figyelemmel legyünk. Családja politikai örökségét Habsburg Ottó az Európai Parlamentben folytatta. Itt 20 éven át volt képviselő, és mindvégig aktívan lobbizott Magyarország érdekében. Habár trónra nem ülhetett, saját jogon nagy tekintélyre tett szert bátor kiállásával és szenvedélyes beszédeivel. A királyi kastélyban a Habsburg Ottó Alapítvány a IV. Károly madeirai számüzetését és utolsó hónapjait bemutató kiállítást rendez, amelyet Madeira regionális kormányának elnöke nyitott meg, hiszen az uralkodó a Portugáliához tartozó szigeten hunyt el tragikusan fiatalon, mindössze 34 évesen. Sírja zarándok helyé vált, ahová a Habsburg családtagjai is gyakran ellátogatnak. A madeiraiak különösen tisztelik a császárt. Nagy vendégszeretettel fogadták az uralkodót, Zitát és az egész családot. Sok-sok éve tartó különleges kapcsolatunk van a Habsburgokkal. A császár sírja Madeirán van. A család úgy döntött, hogy nem mozdítják el onnan. Mindenki ismeri őket, különleges hitük van bennük, és az uralkodót a madeirai emberek a szívükbe fogadták. A kiállítás magyar nyelven eddig még javarészt publikálatlan iratokból, újságcikkekből és fényképekből áll.